utasokat nem szállít ez a busz. Ülések helyett ugyanis egyedi látványvilágú kiállítást rendezett benne a Petőfi Irodalmi Múzeum. Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából országjáró körutazást tesz az intézmény vándorkiállítása. Az elmúlt héten Pakson állomásozott a jármű. Ami a különlegessége ennek a busznak, az ugye az, hogy ezt az Arany János jelenséget, mint olyat, ezt a 200 éves évforduló kapcsán megpróbáljuk hát nem hagyományosan ábrázolni. Tehát Arany János egész élete, az egész munkássága, a leglényegesebb elemei a munkásságának megtalálhatóak a buszba. Arany János versei, képei, különféle dokumentumai és relikvia másolatai színesítik a kiállítást. A költő munkásságát interaktív módon mutatja be a tálat. A buszban vannak manuális játékok és digitális eszközökkel is visszaidézhetjük korábban szerzett ismereteinket. A busznak ugye három része van. A busz elején, a kiállítási térnek az elején Arany János életével kapcsolatos információk vannak. Nem, igazából csak azok vannak. A busz közepén egy nagyobb részen vannak Arany János lírai műveivel kapcsolatos ilyen installációk. Ugye ezek a versek ugye abszolút kapcsolódnak a középiskolai meg az általános iskolai tananyaghoz. Valamint a busz hátsó részében elhelyeztek három darab monitort, ahol többek között zenét lehet hallgatni, egy térkép azt ábrázolja, hogy Arany János merre járt életében, valamint egy toldi erőkart is találunk. A kiállítás látogatása egyébként ingyenes, és nyitott volt bármely korosztály számára. A nagynéném interneten találta meg ezt a kiállítást, tanakodtunk róla, rajta, hogy eljöjjünk, milyen lehet. Jöttünk, és nekem nagyon tetszett, főleg ez az erőléti gépezet. A busz már bejárta az egész Kárpát-medence magyarok lakta településeit. 2017. július 10-én indult el, és idén október végéig biztosan úton lesz.